Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Ehhez előre elkészített festett metszetet használunk. A kivetített metszeten látható az, hogy a haráncsíkolt izomszövetben a sejtek hosszú, megnyúlt alakúak, ezeket nevezzük izomrosnak. Azt tudjuk, hogy a haráncsíkolt izomszövet bázizmainkat építi fel, tehát akaratlagosan befolyásolható a mozgása, nagy erőkifejtésre képes, viszont fáradékony. Ami még itt látható, hogy az izomrostban a sejtmagok a sejthártya szélére szorultak, mert hogy ebben az izomrostban nagy mennyiségben találhatunk izomfehérjéket, nagyrészt aktint és miozint. Hogyha egy picit nagyobb nagyítással megnézzük, talán még a haráncsík alatt is látható lesz. Jó, tehát az ábrán látható az izomrost, és lehet látni az aktin és miozin szabályos elrendeződésének következtében a haráncsík alatot. Azt tudjuk, hogy az izom összehúzódásakor a miozin szálak becsúsznak az aktin közé, és hogyha ez az összes izom, az izmunk izomrostjaiban megtörténik, akkor az izom összehúzódik és megrövidül. Ehhez ATP hidrolízise szükséges, és ahogy a miozin fejecskék az ATP, az aktin miozin kötőhelyéhez kötődnek, majd onnan elválnak és ismét szépen egymásba csúsznak. Ezt nevezik csúszófilament elméletnek. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!